napon több fontosabb momentum is lesz. Az egyik az az, hogy a Bank of England és az LKB-nak is kamat döntőülése lesz a mai napon. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnél kamat tartásra számíthatunk. Ami még fontos, hogy ma lesz a görög tender. Itt már azért elkezdtek azzal számolni, hogy tovább nőhet a HRK-t mértéke. Én azt gondolom, hogy erre fog leginkább figyelni a mai napon a piac. De miután tegnap egy újabb pletyka rebbent fel, hogy újra lehet quantitative easing, újra lehet egy quantitative easing 3-as csomag majd Amerikában. Erre ugye megnyugodtak a piacok, és emelkedést láthattuk már tegnap Amerikában is. Ma a futures-ök ugye már emelkedést mutatnak. Én azt gondolom, hogy a magyar piac a tegnapi lemaradás után talán ma kicsit utána mehet a többi piacnak, és emelkedést láthatunk a magyar piacon.